A Pannon televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket, december 23-a, péntek, Viktória napja van. 30 éve megszületett Dzsudzsák Balázs magyar válogatott labdarúgó. 128 éve Gauguinnel folytatott vitája után Vincent van Gogh, holland festő, levágta saját fülcimpáját. Most nézzük a legfontosabb híreket. Először csak röviden. Milánóban lelőtték a berlini merénylet gyanúsítottját. A fokozott biztonsági készültség mellett javában tartanak a közúti ellenőrzések Szerbiában. Letette a hivatali esküt Szerbia újonnan kinevezett 9 alkotmánybírája. A Szentestére karácsony böjtjére készül a keresztény világ. Több mint 150 ezer dinár gyűlt össze médiaházunk Adni Öröm című jótékonysági akciójában. A Magyar Kanizsai Önkormányzat az Adni Öröm 2016 Kávai Család Oromhegyes Facebook csoport, valamint mintegy 60 magánszemély és vállalkozás segített a Pannon televízióban bemutatott 3 családot, egy topolyai tehetséges énekes-zenész fiút, valamint a Vajdasági Lurkóházat és a Temerini Általános Iskola diákjainak uzsonnáztatását. Egyebek mellett 16 zsákédességet, több köbméter tűzifát, élelmiszereket, kerékpárokat, játékokat és ruhákat ajánlottak fel. A további tárgyi és pénzadományokat december 31-ig várjuk. Akik szeretnék jótékonykodással szebbé tenni valakinek a karácsonyt, hívják a 024-es körzet 621 401-es telefonszámát, vagy médiaházunk honlapján a pannonrtv.com oldalon tájékozódjanak a lehetőségekről. Aki lemaradt az Adni Öröm című műsorunkról, az holnap 10 órakor, vagy vasárnap 12 óra 30 perckor megnézheti médiaházunk jótékonysági műsorának ismétlését a Pannon televízión. Lelőtték a berlini merénylet gyanúsítottját. Az olasz belügyminiszter és a miniszterelnök sajtótájékoztatón erősítette meg, hogy Anis Amri vesztette életét egy milánói tűzharcban. Szirénázó rendőrautók és helyszínelők lepték el Milánó utcáit péntek hajnalban. Az úton egy letakart holttest feküdt, amit később körbekerítettek a hatóságok. A halott személy Európa első számú körözött terroristája Anis Amri volt, akit egy igazoltatás során lőttek le az olasz hatóságok. Marco Minniti olasz belügyminiszter is megerősítette, hogy a tűzharcban minden kétséget kizáróan a német fővárosban elkövetett terrortámadás feltételezett elkövetője veszítette életét. Az azonosításhoz a Németországban rögzített új lenyomatokat is felhasználták. Bese anche sumnje potvrđujem da identifikovani Amri, osoba koja izvršila napad u Berlinu. Ubijen je u pucnjavi nakon što je policija u rutinskoj kontroli zaustavila njegovo vozilo. Kada su mu zatražili dokumenta izvuk koje je pištolji počeo da puca. Policija je uzvratila i ubila ga. Holteste mellett egy vonatjegyet találtak. Annak segítségével rekonstruálták, hogyan szökött Németországból Olaszországba. Milánóba érve egy külvárosi pályaudvaron szállt le, ahol péntek hajnali 3 órakor két rendőr rutinszerű ellenőrzés keretében megállította. A gyanúsított egy revolvert húzott elő hátizsákjából és tüzelni kezdett. Közben azt kiáltotta, Allah hatalmas. A terrorista haláláról az olasz miniszterelnök is értesítette a nyilvánosságot. Angela Merkel, riferendogli che nel corso dell'operazione era stato ucciso Anis Amri. Az olasz hatóságok azt sem zárták ki, hogy a feltételezett elkövető egy másik vonatra akart átszállni, és Dél-Olaszország, onnan pedig Tunézia volt a végső úti célja. Egyes információk szerint a marokkói titkosszolgálat szeptemberben és októberben elküldött levelében figyelmeztette a német hatóságokat arról, hogy a most meggyilkolt tunéziai Anis Amri támadásra készül. A nyomozást teljes erővel folytatják tovább. A legfőbb kérdés, hogy vannak-e társtettesek és bűnsegédek, és hogy tudhatott-e valaki Amri tervéről. Az egyik német hírtelevízió megosztott egy felvételt, amin az látható, ahogy Amri nagy sebességgel ront a berlini karácsonyi vásáron nézelődő tömegbe hétfőn. A terrorakcióban többen is életüket veszítették volna, de nem hivatalos információk szerint az eltérített kamion sofőrének még volt annyi lélek jelenléte, hogy félrerántsa a kormányt. Amri ezután lőhette fejbe, állítják a szakértők. Az ámokfutásnak 12 halálos áldozata és több mint 50 sérültje van. Előkerült egy videó, amelyen a berlini merénylő hűséget fogad az iszlám államnak, írja a hiradó.hu.
A tunéziai férfi az Európában tartózkodó muzulmán testvéreitől azt kéri, hogy gyilkoljanak keresztényeket. A videón a következőket mondja: azt üzenem a kereszteseknek, akik muszlimok vérét ontják, hogy Istenre esküszöm, leöllek benneteket, mint a disznókat. Az azonnali veszély elmúlt, de a terror fenyegetettség megmarad, mondta Angela Merkel német kancellár pénteken Berlinben, hangsúlyozta, hogy kormánya levonja a 12 halálos áldozatot követelő eset tanúságait. A terrortámadás ügye egy sor kérdést felvet, ezért nagyon alaposan megvizsgálják, hogy milyen lépéseket kell tenni, emelte ki Angela Merkel. Köszönetet mondott az olasz hatóságoknak a feltételezett elkövető kézrekerítésért, és mielőbbi teljes gyógyulást kívánt a Milánóban folytatott tűzpárbajban megsebesült rendőrnek. Elmondta, hogy a belügyminisztérium, az igazságügyi minisztérium és a kancellári hivatal, a tartományi kormányok és a biztonsági szervek bevonásával az eset valamennyi aspektusát elemzi, és a lehető leghamarabb jelentést készít, majd a szövetségi kormány gyorsan végrehajtja az összes szükséges politikai vagy jogszabályi változtatást. A határátkelőkön, a reptereken, az autóbusz és vasútállomásokon Szerbia szerte megerősített rendőri jelenlét lesz tapasztalható az elkövetkező időszakban. A szerb hatóságok így akarják megfékezni, hogy a berlinihez vagy az ankaraihoz hasonló incidensekre kerüljön sor. Ivar Istić, a szerbiai rendőrség illetékese a szerbiai közmédiának elmondta, a rendőrség fokozottan ellenőrzi majd a köztereken található gyanús csomagokat, a közlekedést és a köztereken tartózkodó polgárokat. Istić hozzátette, pánikra és feszültségkeltésre semmi ok, ezek csak megelőző intézkedések. Emellett pedig folyamatosan a szerb biztonsági szolgálattal együttműködve ellenőrzik a Belgrádban tartózkodó menekülteket is. Szerbia biztonságos ország, az emberek bízhatnak a rendőrségben, ez pedig már Vladimir Rebić, a szerb rendőrség igazgatója nyilatkozta ma. Csúszós utak, közúti ellenőrzések és közlekedési dugók, ez vár azokra, akik a napokban útnak indulnak. A rendőrség fokozott figyelemre inti a közlekedésben résztvevőket, a karácsonyi mézes pálinka után, ahelyett, hogy volán mögé ülünk, hívjunk inkább taxit, vagy használjuk a tömegközlekedést. Szabálytalanul parkoló autók, türelmetlen sofőrök, járókelők sokasága. Ezzel a látvánnyal kell megbarátkoznia a szabadkaiaknak az elkövetkező napokban, a város több pontján pedig dugók alakulhatnak ki. Komoly közlekedési fennakadások várhatóak Szabadkán az elkövetkező napokban. Ez annak is köszönhető, hogy több nemzetközi útvonal szeli át a várost, így nem csak Szabadka polgárai, hanem a turisták, valamint a vendégmunkások is használják a város közútjait. A mögöttem látható körforgalom egy gócpont a városban. A szabadkai rendőrség nem csak az autósokat inti nagyobb figyelemre, hanem az erre járó gyalogosokat is. Ez alatt azt kell érteni, annak ellenére, hogy a gyalogos élvez elsőbséget a zebrán, szükség esetén türelemmel engedje el az autósokat, így is csökkentve a közlekedési dugók kialakulását. A városban egyébként a rendőrök folyamatosan jelen lesznek, ne lepődjön meg senki, ha sebességmérőt kezelő rendőröket lát az út mentén. Ennek a szürke autónak nem volt szerencséje, vélhetően túllépte a sebességhatárt a Palicsi úton. A rendőrök az ünnepek alatt a rutin ellenőrzések és a sebességmérés mellett az alkoholszondát is alkalmazzák majd. Kell, hogy tudják, hogy ezt mind őértük tesszük, tehát azért, hogy a közlekedés biztonságot javítsuk. A sofőröknek oda kell, hogy figyeljen, tehát a követési távolságra, a biztonságos megfelelő betartani, tehát az ilyen közlekedési szabályokat gyorshajtásban, tehát a városban az 50-es a megengedett, az öveket muszáj, hogy használják, ugyanúgy az alkohol, tehát nem szabad, hogy igyanak. Kell tudni azt, hogy 1,20 promillon fölül, hogyha valaki fúj például és hajtotta a kocsit, akkor be is csukjuk, tehát addig még ki nem józanodzik, és elővezessük rögtön a bíróságra. A napokban várható csapadékos idő miatt síkosak lesznek az utak, ezáltal pedig megnövekszik a baleset veszély lehetősége is. Az illetékes azt javasolta, fokozottan figyeljünk egymásra az elkövetkező időszakban. Több száz vendégmunkás indult haza Szerbiába a karácsonyi ünnepekre. A Röszke-Horgos határátkelőnél 3-4 órát is várakoztak az utasok ma. A következő napokban is torlódásra lehet számítani. Trágár szavaktól sem mentesen fejezte ki felháborodását ez a férfi. Péntek délután már 5 órája vesztegelt a hosszú sor miatt, amely Magyarország irányából torlódott fel Szerbia felé. Felpakolva sokan kisgyerekekkel várták, hogy végre átérjenek Horgosra. Mindenkinek egy örökkivalóságnak tűnt már az utazás. Katasztrófa.
To već je, misle, jedan sat sme ovde. Pogledaj, misle, samo to je 500 metra, koliko je. Mi čekamo ovde otprilike jedno od četiri sata čekamo, iz Beča idemo i putujemo, znači za Požarevac i ovo je znači previše. Ja, ungefähr zwei Stunden halt. Olyan vállalkozó szellemű magyarországi utasokkal is találkoztunk, akik a karácsonyi bevásárlást az utolsó pillanatra hagyták, és jó ötletnek tartották, ha Szerbiában szerzik be a karácsonyfa alávalót. Felháborodva mesélték, hogy megbánták, hogy így döntöttek. Soha többet nem jövünk Jugóba. Az biztos. Szerbiában szigorításokat vezettek be péntektől az esetleges terrorcselekmények megelőzése érdekében. A Röszke-Horgos határátkelőn semmi szokatlant nem tapasztaltak az utasok. Nisem primet, nisem, nema policia, slabo. Vrlo malo policia ima. Az új év első napjaiban a Szerbiából kilépő oldalon várható hasonló torlódás, a vendégmunkások szabadsága ugyanis általában akkor ér véget. Az illetékesek azt kérik, aki teheti, inkább a kisebb átkelőket használja. Mielőtt útnak indulnánk, nézzünk utána, melyik határátkelőt válasszuk, hogy elkerüljük a torlódást, és ne kelljen az ünnepeket várakozással töltenünk. Horvátország nem gátolja tovább a 26-os uniós csatlakozási tárgyalási fejezet megnyitását Szerbia számára. A horvát külügyminiszter szerint megteremtődtek a feltételek ahhoz, hogy elháruljanak a fejezettel kapcsolatos fenntartásaik, de a 23-as fejezet keretében figyelemmel kísérik a nemzeti közösségekkel kapcsolatos összes kötelezettség teljesítését, különösen a horvát kisebbség esetében. Davor Ivo Stier üdvözölte azt a megállapodást, illetve függeléket, amelyet a szerb oktatási miniszter írt alá ma a horvát nemzeti kisebbség képviselővel Belgrádban. A dokumentum rendezi a tankönyvek kérdését, azonban nem csak a szerbről horvátra való lefordítása, hanem a horvát nemzeti kisebbségre vonatkozó egyéb adalékok és tartalmak tekintetében is. Jó hír, hogy Horvátország nem gátolja tovább a 26-os uniós csatlakozási fejezet megnyitását Szerbia számára, jelentette ki Alexander Vučić. A szerb miniszterelnök kiemelte, úgy tűnik, hogy az elmúlt 7 napban sokat haladtunk előre a fejezettel kapcsolatban, és ezt Zágráb is figyelembe vette. A kormányfő hozzátette, köszöni a szomszédoknak, hogy nem akadályozzák az oktatásra és kultúrára vonatkozó 26. fejezet megnyitását, szerint ez jó lépés volt a horvátok részéről, és hozzájárul a kapcsolatok további fejlesztéséhez. Egyébként a szóban forgó fejezetet december 12-én kellett volna megnyitni. Szerbia újonnan kinevezett 9 alkotmánybírája ma letette a hivatali esküt. Az eseményre a parlamentben Maja Gojković házelnök jelenlétében került sor. Snežana Marković, Milan Škulić, Miroslav Nikolić és Jovan Ćirić a szerb köztársasági elnök által javasolt 8 fős listáról lett kiválasztva, míg Dragana Kolaricot, Tijana Surlant, Vesna Ilić Prelićet, Tatjana Babićot és Korhec Tamást a parlament által javasolt 10 jelöltből Tomislav Nikolić választotta ki. Az új alkotmánybírókat 9 évre nevezték ki. A szerb parlament házelnöke sikeres, független munkát kívánt a bíróknak, emellett pedig reményét fejezte ki, hogy megválasztásuk hozzájárul a bíróság reformjához, és segíti egy hatékony igazságszolgáltatási rendszer kialakítását. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Bemutatták a Kosztolányi Dezső Színház új előadását. Kiosztották az év sportolóinak járó díjakat Szabadkán. December 24-e, karácsony előesté a böjtről, a készülődésről, Jézus születéséről szól. A népszakás szerint naplementéig szigorú böjtöt kell tartani, csak utána lehet elfogyasztani a sovány kis vacsorát. Szentestén ünnepi teríték kerül az asztalra. A vacsora előtt áldással köszönik meg az elmúlt év örömeit a Szent Tamási Kolenák családban. A bőti ételek a hagyományok jegyében készülnek, emeli ki Ibolya asszony. A hagyományos az a bableves, ha bár most már újabban a halászlevet is belefoglaljuk néha a vacsorába, attól függ, hogy milyen óhajuk van a gyerekeknek, vagy mi nekünk éppen, vagy milyen frissen tudunk vásárolni halat karácsonybőtje körül. De különben minden étel hagyományos és böjtösen van téve az asztalra. Az ünnepi vacsorához minden étel egyszerre került terítékre, mert a hiedelem szerint a gazdasszonynak nem szabad felkelnie az asztaltól, különben nem tojnak majd a tyúkok. A méz, a dió, a fokhagyma és az alma pedig az egészséget jelképezi.
Valamikor karácsonykor szalmát szórtak szét a szobában. Ma már csak jelképesen hozzák be a szerszámokkal és terméssel megtelt kosarat a házba. Esztet hozom be, és hogy sziak, esztet fogjuk tenni az asztal alá. Hát amivel foglalkozunk, és amivel foglalkozik a család, ez van benne, ugye? Karácsony előestéjén tájegységtől függően mákos tészta vagy guba kerül az asztalra. Szent Tamáson kis gombócokban sütik a tésztát, forró vízzel áztatják, majd cukros mákkal keverik össze. Úgy tartják, hogy az édesség sok pénzt hoz a házhoz. A karácsonyi vacsorához számos szokás fűződik. Gonoszűző, bekenték az ajtó félfától kezdve, amit csak lehetett. Hát egészség is végül a fokhagyma, de azért tették, hogy az ördögöt kiűzze az emberből. A karácsony bőtjére készült vacsora csak naplemente után fogyasztható, de akkor is mértékletesen, mert az igazi ünnep és lakoma csak éjfél után Jézus megszületését követően kezdődhet. Itt a bőséges ünnepi lakomázás ide, amikor hajlamosak vagyunk túlzásba vinni az evésivást, ennek kisebb-nagyobb egészségügyi következményei lehetnek, ami azután elrontja az ünnep hangulatát. Mit és mennyit ajánlott fogyasztani a karácsonyi terítékről orvosi szemmel, mire kell odafigyelni, erre kerestük a választ. Van, aki tapasztalatból tudja, milyen kellemetlen lehet a túlzott karácsonyi eszemiszom, van, aki odafigyel. Igen, igen. Másnaposság ritkán, mert nem annyira iszok, de gyomorpanaszok, vérnyomás problémák, meg ilyesmi, igen. Eléggé mérsékelten eszek. Ünnepkor is. Ünnepkor is. Hát persze, az mindig úgy van, nem? Mindenki úgy szokta meg, hát jó. Hát, mit csináljunk? Aztán már tudod, akkor egy-két hetet semmit sem nem eszünk, csak isszuk a vizet, semmi más. A szenteste hagyományos táplálékai mind nagyon egészségesek. Mindenki nyugodtan megeheti az almát, a diót, a fokhagymát, a bőti bablevest, a halat és a mákos gubát. A babot az epések csak mértékkel fogyasszák, ugyanez vonatkozik a mákos gubára is, mert a mák is tudja bántani az epét. Ne vásároljunk erősen felhízlalt pontyot, illetve lehetőség szerint a nagyobb zsírréteget el kell távolítani a halról. Ha kirántjuk, vékony legyen a panírréteg, ne legyen túl zsír és lisztes. A szakorvos véleménye szerint a pálinkás poharakat pont azért gyártják ilyen picire, mert pontosan annyit kell meginni belőle. Tehát a mézes pálinka hozzátartozik a karácsonyi hagyományhoz, de maradjunk az egy kis pohárkánál. Sokan azonban nem tudnak mértéket tartani. Nem kellene elrontani az ünnepnek a hangulatát azzal, hogy túladagoljuk az alkoholt, azzal rontjuk a családunknak is a hangulatát. Ha túladagoljuk az ételt, akkor elsősorban rontjuk a saját magunk hangulatát, mert igen-igen fájdalmas problémák jöhetnek, amennyiben túl megterheljük az emésztőszervencünket, májat, hasnyálmirigyet, epét. Kerülni kellene a nagyon krémes, tejszínes, margarinos, vajas süteményeket. Az igazán megterhelő a karácsonynapi menü. A húslevesek, a sültek, a töltött pulyka és kacsa, a majonézes saláták. Együnk, de ne együnk be, mondja a doktornő. Az hasnyálmirigynek nagyon-nagyon rossz az, hogyha, meg az egész emésztőszervencének, hogyha nagyon beeszünk. Tehát, hogyha hirtelen nagy mennyiségű zsíros, kalóriás ételt beviszünk. Ilyenkor kellemetlen fájdalmak, hányinger, görcsök, hasmenés és magas vérnyomás jelentkezik. Idén sem lesz fehér a karácsony, az előrejelzések szerint legfeljebb 20 szálingózás várható Vajdaság területén, marad az enyhe tél, kevés csapadékkal és fagypont körüli hőmérséklettel. A gyerekek már nagyon várják a havat. Remélem, hogy lesz fehér karácsonyunk, igen, várom a havat, és hát hóemberépítés, angyalka, meg korcsolyázás. A téli programok is sokakat kicsalnak a szabadba. Szeretek szánkozni, meg hógózni, és csinálni a hóembereket, meg a, hogy hívják most, angyalokat, meg a barátokkal menni úgy este. Csakám, de pánne sznék, i onda idem na klizanje, igram se sa drugaricama grudvanje, pravimo sneška.
szeretek nagyon jégkocsajázni, szoktam én feketicsörű vagyok, de Szabadkán járok iskolába is, akkor kinyitott egy pálya, ilyen jégkocsaja, és akkor ide jövök. Úgynevezett hidegpárna alakul ki a Kárpát-medence, illetve Szabadka felett is. Ez csak erős szél hatására bomlik szét. Szombat estig nem számíthatunk jelentős változásra. Tehát marad a borongos párás helyenként reggelente ködös esetleg idő, jelentéktelen csapadék nélkül, még az sem várható, esetleg gyenge hódara vagy hószálingozás, de ez nem változtat ugye a körülményeken. Marad a hideg idő, tehát kevése fagypont alatti hőmérséklettel. Vasárnaptól felerősödhet a szél és felszakadozhat a felhőzet. Kisebb esők előfordulhatnak és melegfronti hatásra számíthatunk, plusz 5 fokos átlaghőmérséklettel. Az ünnepek alatt több köz- és egészségügyi intézmény munkaideje változhat, nem árt tisztában lennünk a nyitvatartási idő módosításával, ugyanis könnyen meglepődhetünk, ha vásárolni vagy hivatalos ügyeket tervezünk intézni. Azonban zárt ajtók fogadnak bennünket. Mivel a karácsony most hétvégére esik, így számottevő változásokra nem kell számítani. Szabadkán nem lesz eltérés a vállalatok munkarendjében. A közvállalatok és egészségügyi intézmények a hétvégi nyitvatartás szerint dolgoznak. A parkolást szombaton délután 2 óráig fizettetik meg, míg vasárnap nem kell parkolójegyet váltani. A szabadkai utasszállító közvállalat autóbuszai szombati és vasárnapi menetrend szerint közlekednek. A szabadkai közigazgatási hivatal hétvégenként nem fogad ügyfeleket, így az előttünk álló szombaton és vasárnap sem. A köztisztasági vállalat hétfőtől a megszokott rend szerint szállítja el a szemetet. A szabadkai gyógyszertár, amely a városháza alatt található, szombaton 14 órától hétfőn 7:30-ig tart ügyeletet. A sürgős egészségügyi ellátásokért a szabadkai mentőszolgálathoz kell fordulni. Topolyán számottevő változás nem lesz az ünnepek alatt. Az egészségház és az állami gyógyszertár hétvégi munkaidő szerint dolgozik, hétfőn pedig már rendes munkarend alapján 7 órától várják a pácienseket. A posta is a megszokott módon fogadja az ügyfeleket, szombaton 7-től 13 óráig, hétfőn pedig 7-től 19 óráig. A helyi köztisztasági vállalat pedig hétfőn is elszállítja a szemetet. Magyar Kanizsán az állami intézmények, mint a rendőrség vagy a posta, szombaton is a szokásos munkaidőben állnak a polgárok rendelkezésére. Az egészségházban szombaton délelőtt és hétfőn is rendelnek az orvosok, szombat délután és vasárnap pedig egész nap a mentőszolgálathoz fordulhatnak a páciensek. A gyógyszertár a hétvégén a megszokott délelőtti és délutáni ügyeletben tart nyitva. A helyi hulladékgazdálkodási vállalat pedig hétfőn a megszokottak szerint szállítja el a szemetet. A nagybecskereki főposta december 25-én vasárnap nem dolgozik, 24-én szombaton pedig délután 5 óráig lesznek nyitva a posta tolóablakai. Az Univer Export nagyáruház épületében lévő kispostán vasárnap is fogadnak ügyfeleket. 25-én a városban nem kell parkolási díjat fizetni. Egészségügyi ellátás folyamatosan biztosított lesz a hétvégén, ügyeletet tartanak. Az állami gyógyszertárak vasárnap nem lesznek nyitva, kivéve a város főutcáján lévő központi patikát, amely megszakítás nélkül dolgozik. Újvidéken és Zomborban sem lesz számottevő változás a hétvégén, a közintézmények és közvállalatok munkarendje az általános hétvégi nyitvatartás szerint alakul. A Prosperitáti Alapítvány területi irodái az ünnepi időszakban nem fogadnak ügyfeleket az ünnepek utáni első munkanap 2017. január 4-e szerda. Ez idő alatt a pályázók rendelkezésére áll a pályázati regisztrációkhoz biztosított technikai segítségnyújtás, amely a honlapon közzétett telefonszámon és az e-mail címen érhető el. Az alapítvány honlapján megjelentek a hitelkonstrukciós mezőgazdaság és általános gazdaságfejlesztési pályázatok, valamint a kisösszegű támogatásokra kiírt pályázatok módosított változatai. Minden hívőnek, aki most ünnepel, boldog karácsonyt kíván a tartományi képviselőház elnöke. Pásztor István üzenetében azt kívánja, hogy a legörömteljesebb keresztény ünnep hozza el nekünk a jóba vetett reményt és hitet. Azt kívánja, hogy a karácsony hozzon számunkra erőt, mellyel a szeretteink mellett állhatunk az öröm és a kihívások percében is. Mindenkinek jó egészséget, sok szeretetet, megértés, sikert és szép pillanatokat kíván Pásztor István. Boldog karácsony kíván a Gergely naptár szerint ünneplőknek Szabadka polgármestere és a városi képviselőtestület elnöke is. Bogdán Laban üzenetében azt kívánja, hogy ezt a jelentős keresztény ünnepet családjuk és barátai körében jó egészségben, békében és boldogságban töltsék. Buford Ivadar a VKT elnöke pedig azt írta, hogy minden polgártársunknak Istentől megáldott szeretetteli karácsonyi ünnepeket kíván. Hozzátette a Szentestét és a karácsony boldogságban, békességben és örömmel ünnepeljék meg a legközelebbi szeretteik körében, az otthon melegében.
Kapitalizmus geometriai sorrendben ábrázolva, ez a címe a Kosztolányi Dezső Színház új előadásának, amelyet tegnap este mutattak be Szabadkán. Az előadás a kapitalista rendszer létjogosultságát kérdőjelezi meg. Érdeklődve várták a nézők az új bemutatót. Szinte minden darabot megnézek abban az évben, és nagyon szeretek színházba járni. Ez arra készített, hogy itt mindig valami újdonságot kapok, látok, egy egész más stílusban, mint a klasszikus színházban. Ezért jöttem most is el. Nem hiányoztak a színdarabból a zenés énekes részletek sem, a szövegkönyvet Zlatko Pákovic írta, és ő is rendezte a művet. Kapitalizm, to je priča o biti naših života, o biti evropskog trajanja već nekoliko stotina godina i globalnog sveta. Jer kapitalizam nije samo društveno-ekonomski sistem kojem ova zemlja u kojoj živimo teži i u kojem se nalazi čitava Evropa, već je i etički sistem. Az előadás a mai társadalmi problémákat mutatja be, egyebek mellett a migránsválságot. Hát a darab a kapitalizmussal foglalkozik, és a kapitalizmus témájával, mint olyannal foglalkoztuk, ezt próbáltuk meg bemutatni, tehát a kapitalizmus főleg a hátrányait vagy nehézségeit. És ez az egész egy szabadkai migráns csoporton keresztül van bemutatva, akik itt ragadtak a határnál, nem tudtak tovább menni, és itt alapítanak egy kapitalista módon működő patkányfarmot, patkánytenyészetet. A darab plakátját Blaskó Árpád álmodta meg. Az ihlet az magától a darabból jött, ugye a rendezővel való beszélgetés után, mint maga a kapitalizmus, ugye a vezércím az eléggé komoly és konkrét. Akik lemaradtak a tegnap esti bemutatóról, december 27-én, kedden este megnézhetik a Kosztolányi Dezső Színházban. Folyók fölött címmel tartottak kortárs vajdasági magyar költők és prózaírók műveit felvonultató verses zenés este csütörtökön este az Entai Művelődési Házban. Krenács Erika előadó művész, Szerda László zenész, Zsoldos Ervin verséneklő és vendégeik léptek színpadra. Mosolva réved a sátán, szőrzetek felmered a látán, szennemesíti el ázongótant, tükörből nézem... Sziveri János közismert versével lépett színpadra Domány Zoltán. Ezt a verset Sziveri szerintem legjobb és legtragikusabb versét, a Bábelt, pontosan 20 évvel ezelőtt mondtam. Embereket ígértél, és most köveket zúdítasz felé. Koponyán egyetlen kék csomó. Egyebek mellett Dévényi Ádám dalokkal léptek fel az Újvidéki Művészeti Akadémia színi növendékei, Szalai Bence és Verebes Judit. Nagyon érdekes volt, hogy milyen érzés nem színházi előadásban játszani, nem színészként úgymond létezni a színpadon, hanem pódiumművészként, és teljesen más, és ugyanakkora élmény, csak más formában. Az Entai verses zenés est a múlt, a jelen és a jövő találkozása, illetve a kortárs vajdasági magyar szerzők népszerűsítése jegyében zajlott. Büszkék vagyunk arra, hogy vannak a vajdasági szerzők, akár mint dalszerzők, ilyen Balogh-Virág László, Beszédes István, Verebes Ernő, Domonkos István, és hát vannak a költők, akik prózában szólalnak meg. Tehát van egy olyan kincstár, amiből bőségesen tudunk válogatni. A Folyók fölött című összeállítást az elmúlt hónapok során összesen csaknem 90 alkalommal mutatták be a vajdasági magyar középiskolás diákok számára. A további 8 rendezvényt pedig felnőtteknek szánták. Magyar Kanizsán januárban vendégszerepelnek majd a művészek. Ünnepi műsort tartottak az Újvidéki Színházban, ha gyermekeké volt a főszerep, hiszen a télapótól óriási csomagokat kaptak. A Színes Szilánkok Diákszínpad tagjai hónapokig készítették a különleges műsort. Télapó látogatott az Újvidéki Színházba a legkisebbek legnagyobb örömére. Mindenki izgatottan vette körül a nagy szakállót. Vártam a műsort, hogy elkezdődjön, már úgy izgatott voltam, hogy mit kapok, mert nem tudtam, nem írtam levelet.
minden gyermeknek kiállt a csomag, sok értékes ajándék volt benne. Kaptam ilyen az a távirányítóval együtt. A dzsungelkönyve alapján készült produkcióval kedveskedtek a diák színpados gyerekek a közönségnek. Örülök, hogy részt vettem, nagyon, nagyon jól éreztem, még színészkedtem. A szülők fontosnak tartják a gyerekek közötti kapcsolatépítést. A diákszínpad megfelelő hely a tehetség kibontakozására. A diákszínpadosok nagyon komolyan veszik a munkájukat szerintem, és nagyon örülnek annak, hogy más gyerekeknek is be tudják mutatni azt, amit egész évben készítettek. Nem sajnáljuk ezt az időt, amit erre kell szánni, mert úgy látjuk, hogy a gyerekek nagyon élvezik, és nagyon sok jó dolgot megtanultak itt. A Színes Szilánkok Diákszínpad több mint 10 éve rendez hasonló műsorokat. Olyan réteget hozunk létre, alkottunk együtt a diákszínpaddal, az iskolákkal, pedagógusokkal, óvónőkkel együtt, amelyik csak jót tud hozni az újvidéki színháznak, és egyáltalán az újvidéki magyar kultúrának. A műsor követően fényképezkedtek és barátkoztak a gyerekek. Kiosztották a 2016-os év legeredményesebb szabadkai sportolóinak járó díjakat a Városháza dísztermében, a legjobbakat kiválasztó zsűrit a korábbi években díjazott szabadkai sportolók alkották. 2016 legjobb szabadkai sportolója Davor Stefanek. A birkózó a riói olimpián az ország első érmét szerezte meg a kötött fogásúak 66 kg-os súlycsoportjában. Kad budeš najbolji u svom gradu, to ipak ima neku posebnu svoju težinu, jer svi znamo da je Subotica grad sporta i biti najbolji u Subotici je zaista velika stvar, jer zaista moraš da osvojiš vrhunski rezultat da bi u svom gradu bio najbolji. A fiatalok mezőnyében idén a lökésben Európa-bajnok szakításban és olimpiai biatlonban ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes súlyemelő Kajdúcsi Tamás bizonyult a legjobbnak. Ebben az évben a junior világbajnokságon sikerült 3 bronzérmet megszereznem, és a most évvégén decemberben a junior Európa-bajnokságon 2 ezüst és 1 aranyérmet sikerült szereznem. Idén ezek voltak a legjobb teljesítményeim, és emellett ez egy megkoronázás ennek az évnek, hogy ugye mégis az eredményeket, hogy milyen jó eredmények voltak. A serbülőknél a vívó Miona Petra Knézsevics 2016 legjobbja. A jövőben is komolyan szeretne foglalkozni a sportággal. A sportegyesületek versenyében a Spartacus birkózó klub bizonyult a legjobbnak. Kada imaš učenika koji te sledi i koji postigne više od tebe, to je jedna velika stvar. Imao sam dosta učenika koji su bili prvaci sveta i olimpijskog pobednika sam imao, ali nikad me nisu dostigli. Ovo me je dostigo i prestigo. Külön elismeréseket is kiosztottak azoknak, akik hozzájárultak a sikerekhez. Díjat kaptak azok az egyesületek is, amelyek évfordulót ünnepeltek idén. Eddig tartott a híradó. A legfontosabb hírek jönnek még egyszer, röviden. Milánóban lelőtték a berlini merénylet gyanúsítottját. A fokozott biztonsági készültség mellett javában tartanak a közúti ellenőrzések Szerbiában. Letette a hivatali esküt Szerbia újonnan kinevezett 9 alkotmánybírája. A Szentestére, karácsony böjtjére készül a keresztény világ. Figyelmüket megköszönöm, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra, tartsanak továbbra is velünk, most következik a Kalandorok című magyar vígjáték. Szép estét kívánok, viszontlátásra!